20 millió lejjel egészítette ki a Zöldház program keretét a Környezetvédelmi Minisztérium. Az összeget arányosan osztották le a megyék között úgy, hogy azok a magánszemélyek is pályázhassanak a támogatásra, akik nem fértek bele az előző keretbe. A hétfőn rajtolt Zöldház programra szánt pénzösszeg ugyanis alig 3 nap alatt elfogyott. A program keretében napkollektorok felszerelésére 3000 vagy 6000 lejes támogatás igényelhető, hőszivattyú beszerelése esetén pedig legtöbb 8000 lejt ad az állam.